Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az Astrok AM1B ITX alaplapját látjátok, ami az AMD új kabini processzoraihoz van, ami már az AM1-es processzor foglalattal rendelkezik. Itt látható a doboza is. Itt a doboz hátulján láthatjuk, milyen extra funkciókkal rendelkezik maga az alaplap, illetve némi specifikációt. Láthatunk például 1600 MHz-ig támogatja a memóriát, a foglalat, ami rajta van. Megnézzük magát az AM1B ITX-et először hátlap szempontjából. Van PS2 csatlakozó rajta, 2 darab USB 2.0, van VGA-nk, DVI-unk, illetve serial portunk is, párhuzamos port. Hogy ez pontosan miért, ez jó kérdés, az egy elég régi csatlakozó már, ennek ellenére még rákerült. Állítva némileg meglepő kialakításban van HDMI csatlakozónk, RJ45-ünk, 2 darab USB 3.0-ánk, illetve itt van az audio csatlakozó. Ránézzünk magát a belső felépítésre, középen helyezkedik az AM1-es szoket, amiben az új Sempron, illetve Athlon processzorok helyezkednek majd el. Alul egy teljes méretű PCI Express slot helyezkedik el, illetve 2 darab DDR3-as memóriát helyezhetünk bele, 1600 MHz-es órajelig. Normál ATX tárcsatlakozónk van, illetve 4 darab SATA 3 csatlakozó helyezkedik még el rajta. Ez volt tehát az Astrok AM1B ITX alaplapja. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!